alaplőgyakorlaton voltak ma délelőtt a söt négy tartalékosai. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat tagjai a felkészítés során mindent megtanulnak, amit egy katonának tudnia kell. Akadnak, akik most először dolgoznak, de van, aki diplomásként vonult be. Én már régóta terveztem azt, hogy, hogy katona szeretnék lenni. Én előtte HR területen dolgoztam, nem, nem az én világom, rájöttem, hogy egy íróasztal mögött üljek, és mindenképp szeretnék terepen lenni egy összetartó csapatban tanulni, fejlődni, világot látni, úgyhogy engem ez motivált legfőképp. Bár hosszú távú tervei között szerepelt a katonaság, a járványhelyzet meggyorsította számára a döntést, mivel bizonytalanná vált korábbi munkahelye. Így azonban minden hónapban számíthat fizetésre. Levente is több helyen próbálkozott. Szeretett volna munkát vállalni a megváltozott helyzetben. Vendéglátósként dolgoztam pincérként, szakácsként, pultosként, és főleg a mostani helyzetben a nehéz így elhelyezkedni. A Söt négy éppen ezekben a nehéz élethelyzetekben kínál hosszú távú lehetőséget. A kormány akcióvédelmi programja keretében a munkahelyvédelem céljából hozta létre Magyarország kormánya a Söt négy speciális katonai szolgálatot. Nálunk Szolnokon február 1 indult el a Sötnek a negyedik ciklusa. Ennek keretében 19 fő vonult be február 1-én, jelen pillanatban még 15 fő, aki szolgáltat teljesít. A többiek ezt megelőzően visszakerültek a eredeti munkahelyükre, úgy megszakították a szolgálatukat. Legtöbben azonban maradtak, sőt, megtalálták számításaikat a laktanya falain belül. Hosszú távú fejlődési lehetőségként és megélhetésként tekintenek a tartalékos szolgálatra.